Pilinyi Márta jelmezei nem csak tökéletesen kor, de jelen is. A főbb karakterek és jelmezeik. Lilium. Foglalkozását tekintve csalogató fiú. Feladata, hogy a körhintához minél több kuncsaftot toborozzon. Ő a ligeti vagány, aki szórakoztató nagyhangúságával és humorával könnyedén belopja magát a női szívekbe. Egyszerű lélek, akinek nem kenyere a dolgokat túlbonyolítani. Lilium közép magas, izmos, vonzó férfi. Világos barna hajának kócosságát gyakran a legtöbb Lilium ábrázolásban megszokott, fekete kalap alá rejti. Arcán rövid bajusz és körszakán látható. Szintén emblematikussá vált, fekete-fehér csíkos pólója jól hangsúlyozza felsőtestét és lezser különc karakterét. Hozzá hajszálcsíkos laza szövetnadrágot visel. Jellemző kelléke egy zsonglőr karika a rablásképben kiegészül öltözéke egy rövid posztózakóval. Júli Zeller Júlia mindenes cseléd. Falusi származású, de a városi életben már sokat tapasztalt és tanult, erős, kitartó jellemű 18 éves fiatal lány. Vékony testalkatú nő, aki közébarna haját teljesen a fejhez simulva összefonva hordja. Meleg Melegbarna tekintete kiemeli arcát törékenységét. Első megjelenésekor egy egyszerű, derékban összehúzott, apró virágmintás, félhosszú ruhát visel, nyakán fehér körgallér, a ruha felett világos szürke kötött kardigán. Alapruhája végig állandó, csak kiegészül. Fényképészképben a ruha fölé piros árnyalatú, szintén apró mintás kötény kerül, fehére fehér alapszínű, de mintás fejkendő, majd egy egyszerű szürke kötött pulóver. A záró jelenetben fekete kardigánt visel ruhája felett, haját konyban viseli. Mari, szintén cselédlány, aki nem régen került a fővárosba, így viselkedésén és beszédén egyaránt érződik falusiassága. Naív, tapasztalatlan és álmodozó leány, de határozott elképzelése van a szerelemről, a házasságról. Számításait meg is találja majd Hugo oldalán vékony, de erősebb alkatú lány, mint Julika. Sötét barna haja körfonatban hajlik át fejtetőjén. Viselete egyszerű, apró virág mintás ruhája, ére emlékeztet, de színében más, narancsos, barnás tónusú. Jelmeze jó módúságával változik. Második öltözéke már anyagában és formájában is elegánsabb. Egy tömés segítségével testalkatán is változtatnak. Drap ruhát hord, rajta fehér gallér, fején csinos korhű kalap. Muskátné, körhint a tulajdonos nő, egykori szeretője Liliumnak. Sokszor erőszakos, uralkodó jellem, aki elszántan ragaszkodik Liliumhoz. Csinos középkorú nő, vörös haj, erős mink és kihívó öltözet jellemzi. Első ruhája egy elegáns, vörös, rózsahímzéssel díszített hosszú kabát, fején vörös sejem anyagból fejdísz. Fekete kesztyűt, vörös és fekete égszereket visel. Második megjelenésekor hosszú ruhája piros, fehér mintázattal, mely fölött egy áttetsző, fekete-piros virágmotívummal díszített sejem köpenyt visel. Fején fekete, virágdíszes kalap. Harmadik alkalommal Livium halálakor láthatjuk, itt már zilált ruházata. Haja rendezetlenül lóg, csak egy fekete-piros sejempongyolát látni rajta. Hugo. Hordárként tengeti mindennapjait, de meglehetősen törekvő férfi. Szabályelvűsége az élet minden területén érvényesül. Így lépked felfelé a ranglétrán, és így éli szerelmi életét is Marikával. Ő a szürke kisember, aki alázatával és kitartásával mégis elindul az anyagi jólét felé. Magas, vékony, nyakig lábférfi. Csontos arcát bajusz és szakál fedi. Megjelenése egyszerű, de mindig kifogástalan. középszürke, szürke hajszálcsíkos öltönyt, és hozzá szürke kalapot visel. Ficsúr, Lilium cimborája, aki leginkább lopással keresi a kenyerét. Talán ő Lilium rosszabb ikénye. Szűk szavú, de manipulatív ember. Mindig félig leszegett fejjel és zsebre dugott kézzel járkál. Sosem lehet tudni, mire gondol. Ezt a jellemvonást erősíti öltözéke is, Karakteres a kerekded, hosszú pajásszal és szakállal fedett arc húzott fekete kötött sapka. Alul kockás nadrágot, felette piros posztózakót visel, mely hangsúlyozza mackós alkatát. Hollunderné. Szöveg szerint a liliomnak valami rokona. Foglalkozására nézve gyors fényképész. Lilium és Juli nála húzzák meg magukat, Állandóan zsémbelő öregasszony, aki eteti, lakatja a fiatalokat, az ő fájával fűtenek. Folytonos, reszelős hangú morgolódása azonban csak Liliomra terjed ki. A szegény Julit sajnálja, támogatja. Munkába, a szegénységbe való megfáradtságát, tartása, jelmeze is hűen tükrözi. Kissé görnyetten és lehorgasztott fejjel jár, bokáig érő fekete ruháján barna bekecset visel. Fejét barna fejkendő fedi, fekete keretes szemüvege szigorúvá teszi tekintetét. A Hollunder fiú Hollunder kisé együgyű, de jó lelkű felnőtt gyermeke. Szapora, állandó segítőkészséget sugárzó lépteivel anya jobb keze. Kényszeres, de viccesen kedves beszédhibája teszi, még szerethetőbb karakterré. Alacsony, kisét férfi, világos nadrágban és matrózingben. Felette fekete mellényt, fején Mici sapkát visel. Luisa, Lilium és Juli 16 éves lánya. Öltözékében és vonásaiban is hasonlít édesanyjára. Tartása, hangja, jóságról, ártatlanságról tanúskodik. Virágmintás, fehér körgalléros ruhát visel, rajta piros kötött kardigánt. Hosszú haját fonott hordja, benne fehér masni. További szereplők. A kapitány és Berkovics rendőr karakterei egyértelműek. A hatalom képviselői, amit jelmezük, is markásan tükröz. A kapitány szürke öltönyben, nyakán szorosan gombolt ingben látható, hosszú fekete szövetkabátot és kemény kalapot hord. Berkovics öltözéke igen hasonló, csak a hosszú kabát és a kalap szürke. Talán nem véletlen, hogy mindketten kefe bajszot viselnek és hogy a kedvelt rendőr is megjelenjen a szigor mellett, a kapitány újságpapírból falatozza szendvicsét, míg Berkovics hóna alatt két rúd szalámi lapul, szintén újságpapírba álcázva. Linzman a bőrgyári pénztárnokot jelentőségteljes körszakálló határozza meg leginkább. Hosszú fekete szövetkabátot és cilindert visel. Szigorú kinézete és nem kis kockázattal járó munkája ellenére azonban kiderül, hogy nem csak higgadt, de jó humorú ember is. Az esztergályos, a jó módú özvegyember két gyermekkel, nem titkoltan rokon szembez A rendőrorvos, valamint az égi ítélőszék döntésére várva dr. Reich ügyvéd és Kádár István. A fogalmazó, akit jelen esetben az általános gyakorlattól eltérően női szereplő alakít, az égi jóság, türelem és tanítás megtestesítője. Mint minden égi alkalmazottat, őt is hófehér ruhában látjuk, de sehol sincsenek légies, Halloween-szerű ruhák. Ez a mennyország itt égi rendőrség. Az alkalmazottakat fehér egyenruhában és angyalszárnyakkal, irattáskákkal, aktákkal látni. Alkotók Dramaturg Garai Judit Rendező Szabó Máté díszlettervező, Cigler Balázs Jelmeztervező Pilinyi Márta. Látványvetítés Hajdufi Péter. Rendezőasszisztens Együtt Tünde. A szereplők. Lilium Simon Zoltán. Juli Cakó Julianna. Mari Simon Fiadrien. Hugo Kocsis Péter. Muskátné Szirbik Bernadett. Hollunderné és fogalmazó a Jászai Díjas Már Ági. Ficsúr, Harsányi Attila. Kapitány, Linzmann és dr. Reich, Fándl Ferenc. Berkovics és Kádár István, Molnár Sándor Tamás. Budai rendőr, Esztergályos és első rendőr, Farkas Sándor. Második rendőr és az orvos, Molnár Robert. Luiza, Dávid Kamilla. Hollunder fiú és égi rendőr, Osváth Tibor. Első égi alkalmazott, Péva Ibolya. Második égi alkalmazott, Kerekes Valéria. Angyalok, a Baltazár Színház tagjai, valamint az utca fiataljai. Érdekesség. A Baltazár Színház az egyetlen olyan magyarországi társulat, mely értelmi sérült színészekből áll. Az utca tagjai hátrányos helyzetű fiatalok. Az előadást két részben egy szünettel adják elő. Hossza 165 perc. Szeretettel várjuk önöket a Miskolci Nemzeti Színházban.